Ebben a kísérletben két áramkört állítottunk össze. Az egyik áramkörnél a feszültségforrás, ez a szikrainduktor, ami a voltaféle indukció elve alapján működik, és viszonylag nagy feszültséget, akár 100 000 voltos feszültséget is képes előállítani. Ezt a feszültséget kapcsoltuk rá a katódsugárcsőre. A katódból kilépő elektronok beleütköznek a fluoreszkáló festékanyaggal befestett lemezbe, és ezért zöld felvillanásokat okoznak. A másik áramkör legfontosabb része a Helmholtz-féle tekercspár. Ebben a Helmholtz-féle tekercspárban először egyenfeszültségről egyenáramot fogok bevezetni, amitől a tekercspár közepén homogén mágneses tér alakul ki. A mágneses tér egy erőt fejt ki az elektronokra, ezt az erőt Lorentz erőnek nevezzük, és eltéríti az elektronokat. Nagyon szépen látszik, hogy a zöld katódsugár az eltérült ebben a homogén mágneses térben. A kísérlet második részében az egyenfeszültséget egy hangfrekvenciás váltakozó feszültséggel fogom helyettesíteni. Ez most egy 9 Hz-as váltakozó feszültség, a katódsugár harmonikusan hol az egyik, hol a másik irányba eltérül.